kapos csonttörése volt, megtudta ahhoz, hogy az így legyen. Ez mindenféleképpen meglepetés volt. És utána Sebastien Demers ellen, mert egy jól megválogatott ellenfél, egy ilyen, ott van az a félsz, ha még félti, hajd, de a sérülés után az megváltozott. Fő szerepe, hogy visszatérjen Arthur Abraham egyébként. Tehát egy nagyon zűrös. Dolgozni, nyilván ő fizikailag meg ütőerőben keresni, és most a felején kell annyi respektet szerezni. Sok szüksége arra, hogy a pontozóra szükség volt. Markus Beyer, ugye mennyire meg kellett tolni valójában sokat szó. Ez a sérülés utáni időszak, az azért is igazságot, de azért tényleg érdemes nézni ezt ősen ki. Azt a fajta munkát végzi, rendkívül higgadtan, nyugodtan és óriási erővel elég sokáig vár ezzel. Most azonban sem ütőerőben nincs azon. Nem is egy táncolós pattogó. Nagyon nehéz kiborítani őt a nyugalmi helyzetéből, az egyensúlyébb meccsei. De most úgy tűnik, hogy szépen átvészelte ezt a sérülést. Megnézi, hogy miket üt az ellenfél, amikor főleg testütésekkel. Se feledjük, hogy neki valamiben nem lenne. Igen. Rendkívül eredményes. Dömer, tehát érzi már ezeknek a pof. Egyelőre kitűnő a mérkőzés. Hoppá, röviden el is kapta. És most Dömer. Már nagy bajban van Dömer. Itt Arthur Abraham egyszerűen lerohamozza őt. Még talpon van a kanadai, de hát ez már egy veszőfutás. Itt már alig-alig. Itt a bal horog nagyon szépen talált, pontosan még egy. Ez még tarkóra is ment. Demer még egyelőre mindig áll. Próbál dukingból elhajolni, kilépni, beforogni. És is talált szűken. Íme egy bal jobb egyenes. Egyre nagyobb a verés, és itt most már nagyon nehéz lesz ezt a hátrálévő pár másodpercet kibírni. Le is dőlság. Demer jelzi, hogy kész a csatára, de a bíró nem engedi tovább. Mert Abraham személyében én nekem sikerült egy hetet egy edzőtáborban eltöltenem vele is. Megmondom őszintén, hogy az egyik legjobb fej. Boxolóról van szó.